Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Markovicsné Alföldi Gabriella, pszichológus, akit szeretettel köszöntök, szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Pszichológus, ugye nem hiszem, hogy sokan kitalálták már, de iskolakezdésről lesz szó. Néhány napja már megkezdődött az iskola, kicsik és nagyok újra beültek az iskolapadba, és hát elég nagy stresszet jelent ez nekik, meg persze gondolom, hogy a szülőknek is mindenképpen, hiszen azért a nyári lazább időszakból most megpróbálnak visszazökkenni, visszalendülni a mindennapos őszi, majd a téli kerékvágásba, és azért mindig a váltás, főleg az, hogyha valaki egy kis lazaságban van, utána megint a kőkemény valóságban azért az nem egyszerű. Úgyhogy erről fogunk most beszélgetni Gabival. Először beszéljünk úgy általánosságban, hogy így a lazából átmegyünk a keményebb időszakba. Mennyire viseli meg ez az embereket úgy általában? Hát általában az embereket is megviseli, a gyerekeket korosztálytól függően viseli szerintem, korosztálytól és vérmérséklettől függően. Azok a gyerekek, akik óvodából kerülnek első osztályba, azokat talán azért, mert az újdonság varázsa, nem tudják, hogy mire készüljenek pontosan. Ez az első, az iskola az első olyan szintér, ahol számon kérik őket, tehát ahol a tudásukról majd számot kell adni. Az idősebb gyerekek, akik folytatják az iskolát, nekik meg ők már tisztában vannak az elvárásokkal, és talán azért. Ők már tudják, hogy mitől kell félni, mi lesz a rossz, mi lesz a jó. Egyébként ugye mindig azt szokták ilyenkor kérdezni, hogy várod már az iskolát, kezdődik az iskola, és hát ugye fele-fele, de azért inkább azt szokták mondani nagyobb arányban, hogy nem. De azért szerintem ez nem mindig feltétlenül igaz, mert ugye az iskola azért az egy, azon kívül, hogy tanulnak benne, azért az egy kőkemény szociális szintér is, ahol lehet találkozni, beszélgetni, barátságokat kötni, tehát hogy azért csak várják a gyerekek az iskolát, nem? Mi a tapasztalat? Várják. Az elsősök, itt megint külön választanám azokat, akik iskolát kezdenek. Nekik ugye csoportjuk egy része, az óvodás csoport egy része megy velük tovább az iskolába, de kíváncsiak arra, hogy kik alkotják még ugye majd az ő osztályukat, kikkel találkoznak idegenekkel. A nagyobbaknál már beszélhetünk kialakult barátságokról, és akár ellenszenvről is, talán osztályon belül is, és ezért megoszlik. És akkor ezért van az, hogy a nagyok egy része várja, másik része meg ki nem állhatja. Így van, akinek kudarc élményei vannak, tehát aki úgy zárta az előző évet, hogy valamilyen probléma érte, valakivel nem egyezett meg, pedagógussal, osztálytársal, azok nehezebben várják, azok nem vágynak vissza. Kezdjük akkor a nagyokkal először. Hogyha mondjuk valakinek ilyen problémásabb, nem is a gyereke, hanem azt gondolom inkább a kapcsolata, mert ne beszéljünk problémás gyerekekről, inkább a kapcsolatok szoktak itt problémásak lenni. Mit tud cselekedni, mit tud csinálni a szülő, hogyan tudja erre felkészíteni, mert hát iskolába járni kell, tehát muszáj, ennyi, ez nem kérdés. Dolgozni is kell, iskolába is kell járni. Így van. Nagyon fontos, hogy beszélgessünk a gyerekkel. Ezek a beszélgetések, ezek nem merüljenek ki annyiba, hogy mi volt az iskolába, mit ettél, mi történt. Próbáljunk. Semmi. Se általában. Elfelejtettem, nem tudom. Így van, erre általában sablon válasz. Sablon kérdése, sablon válasz érkezik. Nem tudom, semmi nem történt. Próbáljuk megkeresni azt az alkalmat otthon, amikor a gyerekünk hajlandóságot mutat arra, és próbáljunk konkrétabb kérdéseket feltenni. Tehát volt-e ma valami olyan, ami szomorúvá tett, ami nem tetszett neked, ami nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna? Vagy mi volt ma olyan, ami örömet okozott, vagy sikerélményed volt benne, és akkor így talán könnyebb lesz beszélgetni vele. Vevők erre a kamaszok is egyébként? Kicsit nehezebben, mint a kisebbek. A kamaszoknál szerintem a szülőnek meg kell várni a megfelelő időpontot. Ő ismeri a saját gyerekét, megszokott rítus, hazajön, táskát letesz, és valamikor van bevágja egy olyan... Bevágja az ajtót. Olyan, bevágja az ajtót, van egy olyan, néha csak egy pár percnyi idő, amikor elmegy mellettünk a konyhába, amikor éppen szólunk egymáshoz, olyankor meg lehet próbálni. Tehát akkor nekünk kell a kamaszokhoz idomulni, megnézni, hogy éppen igen, hogy van, ahogy van a arra. És így ez ugye, ugye normális, van. Tehát nem kell rájuk haragudni, ez nem. Ilyenkor teljesen tök normális, így mondjuk bestiesen. Mert hogy egy kicsit csak azért, hogy a szülők megértsék, hogy
miért hülye ez a gyerek, mert hát most mondjuk ki őszintén sokszor a szülőknek is ugye hát nehéz ez az időszak, és főleg az iskolából szeretnének többet tudni, szeretnék megtudni, hogy mi történt, később majd ugye a jegyek is fontosak, bár most már elnapló van a legtöbb helyen, tehát azért így utána tudnak nézni, viszont ha meg csak rákérdeznek, hogy miért van az a kettes, miért van az a hármas, akkor arra megint van egy ajtócsapás válaszként, de ez mindez valahol normális. Valahol normális a kamaszlétnek vele járója. Ez, hogy bezárkózok, hogy titkaim vannak, hogy nem olyan könnyen nyílok meg, kicsit nehezebben is dolgozzák fel a velük történteket szerintem a kamaszok. Ezért nagyon fontos, hogy ahol jó szülő-gyerek kapcsolat alakult ki, ott idővel, ha megtalálja, még aznak a szülőnek is néha keresni kell azokat az alkalmakat, de ha megtalálja, akkor néha akár krumplipucolás vagy uborkahámozás közben is megnyílik a gát, és akkor éppen kiderül, hogy az aznapi ajtócsapkodásnak az volt az indítéka, hogy mert a Marci, vagy a Kati, vagy akárkicsoda valamit mondott. Akkor ez majdnem az, mint a piciknél, hogy egy kicsit eltereljük a figyelmüket, és akkor másra koncentrálnak, és akkor talán könnyebben elmondják. Akkor nézzük most a kisebbeket, ugye ne a kamaszokat, mert velük nagyon nehéz. Hogyha már kicsi kortól hozzászoktatjuk mondjuk ahhoz, hogy akkor suli után van egy fél óra, vagy leülünk és teázunk, vagy mit tudom én, valamit, amit mondott például, hogy van valami, ami napi rituáléba benne van, és akkor lehet beszélgetni. Ha ezt az ember kialakítja, ez kamaszkorra eltűnik, vagy akkor azért ez még megmarad, hogy akkor ezt tudjuk felhasználni ebben az időszakban is? Szerintem ez a kamaszkorra eltűnik. Eltűnik, tehát akkor ez eltűnik, hiába. Ők teljesen átalakulnak, teljesen randomszerű, úgymond, hogy mikor nyílik meg. Azt szerintem ne várjuk el, hogy ezek a szokások megmaradnak. Van néhány olyan család, ők boldogok lehetnek, hogy megmaradt ez a... Majd lesz később problémájuk, mert ha elmarad a kamaszkor, akkor kijön később. Akkor nézzük a kicsiket, vagyis hát a kisebbeket, még mindig az elsősökről beszéljünk, hanem a kicsit nagyobbakról, tehát náluk napi rendet hogy alakítsák, hogy rázódjanak vissza a szülők, mire figyeljenek? Nagyon fontos az, de ez már most elkezdődött, úgyhogy remélem, hogy mindenütt így is van. Nagyon fontos az, hogy a nyári szabadság után, szabadságérzet után szépen fokozatosan, nem fenyegetőleg, tehát nem azzal fenyegetve a gyereket, hogy na most már aztán ma ekkor fekszünk, mert kezdődik az iskola, hanem szépen visszaszoktatva, környezetét átalakítva, átnézve a kis íróasztalát, a tanulói sarkát, az eszközeit. Nagyon jó dolog, ha együtt tudnak elmenni vásárolni a taneszközöket. Tehát, hogy hangulatosabban készüljenek, hangulatosabban teljenek a délutánok, az esték, ne a fenyegetéssel. Igen, folyamatosan akkor... vezessük vissza abba a tudatba, hogy iskolába kell menni. Meggondolom, akkor már eleve utálja az iskolát, ha valaki azt mondja, mert hogy holnaptól korán kell, mert hogy majd a lecke, mert hogy majd a tanítónéni, a tanárnéni ezt fogja mondani. Igen. És pontosan. Akkor már van egy alaphangulat, ugye, ami nem biztos, hogy feltétlenül jó. A napi rend az ugye általában a kicsiknél úgy néz ki, hogy 3:30-4 óra körül azért általában a szülők el tudják hozni a gyerekeket, ahogy most itt figyelgettem. A kicsik azért legkésőbb 4 óra körül elhagyják az iskola a falait, nagyobb van, hogy 4:30, esetleg ha anya-apa úgy dolgozik, utána, hogy nézzen ki a nap, mert utána azért mennek haza vásárlás, ez azt gondolom azért idő, mire hazaérnek, viszont jó esetben otthon már nincs lecke, mert azt mondjuk megírták a napközibe, és akkor a családé ott a főszerep, meg az együttléti. Itt mire figyeljünk? Így van. Hát itt nagyon nehéz, mert ugye itt a felnőtteket, általában az anyákat ugye szólítja a kötelesség, a háztartási munka, jön a második műszak, és ilyenkor szoktak a gyerekek külön vonulni. Ugye, ha jó idő van, akkor teljesen megengedett baráttal, testvérrel, osztálytársal kint lenni, ugrálni, mozogni. A későbbi időben pedig talán leghamarabb a vacsora ideje az, amikor le tudnak ülni és beszélgetni. Gondolom ez is fontos lenne, hogy ugye együtt teljen legalább, hogyha anya-apa műszakja úgy engedi, hogy együtt lehessen a család, meg a tesók együtt, akkor legalább ott egy kicsit megbeszéljék a napot. Aztán utána, gondolom a mese az, meddig hallgatják meg a gyerekek a mesét? Alsóban még gondolom azért szeretik. Hát ezt nehéz így megmondani, mert gyereke is válogatja, az alkalom is válogatja. Van olyan, hogy már egy ideje nem hallgatott mesét a gyerek, amikor elkezdődik az iskola, akkor kifejezetten jól esik, megnyugszik, hogyha felajánlja a szülő. Volt olyan negyedikes, akár ötödikes gyereknek is.
Tehát azért a kisiskolásoknak mindenképpen. Igen. Aztán ötödiktől meg azért gondolom már bekészített könyvecske, esetleg valamit, amit olvasgat, nézeget, az is egy kis esti lefekvés előtt egy kis megnyugvás, vagy akár zenehallgatás, és még gondolom, hogy belefér. Így van, a zenehallgatás bele, a tévénézést, meg a számítógépezést azt nem ajánlom. Fölpörögnek. Fölpörögtől az ellenkező hatást éri el, és aztán nem tud aludni. Panaszkodnak, meg írják ki a Facebookra, hogy a gyerekem 10-kor, 11-kor nem alszik. Igen. Persze, hogy nem alszik, mert számítógépezik, meg tévét néz, ugye? Igen. És akkor itt vannak ezek a picik, akik most lépték át az iskola falait, ők náluk mire figyeljenek? Ugye van az első hetek, a nagy lelkesedés, gondolom az ilyenkor ez teljesen normális, hogy mindenki akkor nagyon lelkes, mert új iskolatáska van, új toltartó van, füzetek vannak, könyvek vannak, gyönyörű színesek, és hát mert eddig ilyen nem volt, és fontos vagyok, és a szomszédbácsi, a szomszédnéni nézi, hogy rajta van a táska, és vonulok az iskolába. De hát azért ez nem annyira egyszerű, gondolom. Nem annyira egyszerű, mert ugye a 45 perceket végig kell ülni. Végig kell ülni, ez némely gyereknek nehézséget okoz, érettségüktől függően. Szükség lenne arra, hogy a szüneteket arra használják, amire azok valók. Tehát akár szaladgálni tudjanak, hogyha van megfelelő hely, beszélgetni, 10 óraizni, adott időbe ebédelni, tehát hogy ezekre mindre maradjon elmenni elég pisilni, ideig. Elmenni pisilni, mert gondolom tartják ott rendesen. Így van. És ezekben a szülők meg tudják őket segíteni, tehát el tudják mondani nekik, hogy azért, mert nyilván azért a tanítónéni az elmondja, hogy most menj el pisilni, stb. Stb. Nyilván, hogyha eszébe jut, már pedig legtöbbször eszébe jut, de azért a szülők is ebbe tudnak segíteni, hogy akkor mire figyeljen a gyerek? Vagy ezt elfelejtik reggelre? Tudnak, de szerintem fölösleges. Úgy gondolom, hogy ez túlaggódás lenne, hogyha a szülő még ezt is sorolná a gyereknek. Tehát arra is bízzuk nyugodtan a pedagógusra. Én úgy gondolom, igen, én úgy gondolom, hogy ezt bízzuk az osztálytanítóra, hogy ő elmondja. Ahhoz elég érettek ezek a gyerekek már, hogy elmondja, hogy most akkor megpróbáljuk, de akinek nagyon szükséges, akkor az jelzés. És akkor a gyerekeknek, a kicsiknek a napi rendje, gondolom nekik is azért 8-kor ágyban a helyük, ez azért nem csak egy olyan mondás, hanem tényleg szükségük van arra, hogy ennyit aludjanak, hogy 8-kor már legalább az ágyban legyenek, és mondjuk 8 után egy kicsivel aludjanak el, és pihenjék ki magukat. Tehát ez fontos, ugye? Papírforma szerint 9 óra körül jó lenne, ha aludni tudnának már. Miben tudnak még segíteni nekik a szülők? Mert ugye ilyenkor aztán szegényeket mindenki letámadja. Na, milyen az iskola? Mi volt az iskolába? Tetszik az iskola? Szeretsz iskolába járni? Tehát ilyenkor aztán boldog-boldogtalan még a sarki fűszeres is megkérdezi, hogy mi van vele. Ez jó nekik? Büszkeség? Vagy egy idő után megunják? Hogyan tudunk jót csinálni ezeknek az Szerintem eleinte büszkeség. Az nagyon fontos, hogy ugye ilyenkor, akinek első osztályba menő vagy iskolát kezdő gyereke van, nagyon gyakran előfordul, hogy jobban izgul a szülő, mint a gyerek. És hogyha ez a fajta izgatottság átvetül a gyerekre, akkor lehet, hogy túlzott lesz az elvárás. Úgyhogy egy darabig élvezi, aztán utána már nem annyira. Akkor milyen normális? Hogy megkérdezgetik. Az, hogy próbáljuk azt sugározni, amit tulajdonképpen jelenten az iskola, azért megy oda, hogy tanuljon, és hagyjuk, hogy majd ő jelez, hogyha valami probléma van. Addig pedig bízzunk benne, hogy a mi értelmes, okos kislányunk, kisfiunk odavaló, és teljesíti, megcsinálja azt, amit meg kell. Mennyire nehéz nekik az átállás? Mert azt veszem én észre, azt tapasztalom, hogy azért óvoda iskola között azért hatalmas nagy különbség van. Negyedik meg ötödik osztály között is szerintem nagyon nagy különbség van, meg aztán később, amikor nyolcadikból kikerülnek és mennek kilencedikbe, tehát az általános és a középiskola között is nagy különbségek vannak. Tehát mennyire veszik ezt könnyedén vagy rugalmasan a gyerekek? Hát ezt is gyereke válogatja, az elvárás szint az nagyon nagy. A mostani törvényhozás szerint egyébként a 30 percre redukált tanítási óra, hogy a maradék 15 percet játékkal tölthetik immár hivatalosan is, szerintem pontosan ezt a célt szolgálja, az átmenetet könnyíti meg az óvodáskorból az első-második osztályba. És a nagyobbaknál egy kicsit, tehát aki mondjuk negyedikből megy ötödikbe, én is azt
tapasztalom, hogy az 1-től 4-ig édes kicsin babusgatunk, van egy-két tanítónénink, nagyon szeretjük tyúkanyú, aztán fölkerül 5-be, csak egy nyárt telt el, és akkor már legyél nagy fiú, már legyél nagy lány, ezt tudjad, azt tudjad, amazt tudjad, és már majdnem félig felnőtt vagy, de hát az úgy nem megy olyan gyorsan, meg kapsz még 20 tanárt mellé így az elmúlt 4-5 mellé. Igen, itt is különböző féleképpen alkalmazkodnak a gyerekek pszichés érettségétől. Függ, hogy ki hogy bírja ezt a terhelést. Sajnos pontosan ez a felsős korosztály az, ahonnan kikerülnek a klienseim, amikor jelentkeznek a problémák, amikor nem tud megfelelni annak az elvárásnak. Tehát itt az 5.-6. környékén kezdődnek, ugye mondok. Akkor itt is nagyon nagy felelőssége van a szülőnek, tehát nem csak amikor iskolába beadjuk, és nagyon büngyürgetjük, de ugye az elvárások is azért megvannak a szülő részéről, mert az én gyerekem legyen, aki fekete pontot hoz haza, meg egyest hoz haza, meg aztán utána akkor 5.-ben is azért ez egy nagyon nagy teher a gyerekeknek. Tehát nagyon fontos ez, hogy mondjuk egy szülő hogyan kezeli. Így van. Nagyon fontos a feltétel nélküli szeretet. Tehát nem azért szeretjük a gyereket, mert 5-öst hozott, mert ő a legjobb tanuló. A gyereket akkor is szeretjük, ha éppen az a dolgozat úgy sikerült, hogy 1-esre, ha fekete pontot hozott, akkor is biztosítani arról, hogy ugyanúgy szeretlek, kijavítjuk. Megnézzük, hogy mit tudunk csinálni, kijavítjuk. És nem kell mindenkinek sejbész professzornak lenni. És főleg mondjuk valaki, aki a saját képességeivel tisztában van, azt tudja, hogy neki is megvoltak a 3-asai, meg a 4-esei, és nem biztos, hogy a gyerek meg ennél, hát mitől tudna többet vagy jobbat, nem? Így van. Meg mások tehát más a felfogás is. A hiperaktív, úgy nevezett hiperaktív gyerekekre, akiből nagyon sok van mostanában, azokat ugye úgy kezelik, hogy ők az osztály rosszai. És ez egyáltalán nem biztos. Nem ott tartanak az érési folyamatban, mint a többiek, lehet nem ott tartanak, mint az átlag, de lehetnek néhány területen nagyon kiemelkedőek. Csak gyakran nem tudják megmutatni. Én szerintem ez egy külön beszédtéma, úgyhogy most ezt beszéljük meg, a hiperaktív gyerekekről beszéljünk, mert szerintem Moson-Magyaróváron is nagyon sok érintett szülő van, úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem még gyűjtünk akár a nézőktől is kérdéseket, hogy mire lennének kíváncsiak esetleg Gabitól. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Akkor a szülőknek, meg a gyerekeknek is még további jó átállást, meg hangulódást az iskolára így az első hetekben, és hát akkor szeretet és odafigyelés, meg beszélgetések, meg a kicsiknél mindenképpen mese, ugye Gabi? Akkor így. Ez az, amit azt gondolom, hogy megpróbálunk, meg, vagy próbáljanak meg a szülők így betartani, és hogy piciknél meg mindenképpen az esti mese az ne maradjon el, és ne a tévébe, hanem a könyvből. Így van. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!